Még 5 forduló lett volna hátra a Teke Szuperliga 2019-2020-as idényéből, amikor az egyre súlyosbodó koronavírus járvány miatt a Magyar Teke és Bowling Szövetség Teke szakága idő előtt lezárta azt. A lépés a ligában szereplő Nyíregyházi Teke Klubot is érintette. Én azt gondolom, hogy egy kicsit rosszkor jött ez a dolog, ez a döntés, ez a vírushelyzet, de természetesen meg kell ezzel is békélni. Igazából nincs panaszra okunk, csak egy kis hiányérzetünk maradt, hogy nem tudtuk lejátszani a bajnokságot, mert pont az az 5 forduló következett volna, ahol akár mind az 5 mérkőzést meg lehetett volna nyerni, ugyanis hazai pályán fogadtuk volna a Ferencvárost, illetve a Szolnokot, még idegenbe mentünk volna a tabellán körülöttünk elhelyező csapatok közül az Ajkához, a Köfém Székesfehérvárhoz, vagy pedig a Szentgothárdhoz, úgyhogy mindenképpen olyan mérkőzések jöttek volna számunkra, ahol akár a középtagságunkat is bebiztosíthattuk volna a tabellán, és az eredeti kiírásnak megfelelően biztos bennmaradók lettünk volna. A játékos hozzátette, a klubok többsége elégedett volt ezzel a lépéssel, az egyébként top csapatokat leszámítva kiegyenlített mezőnyben. A döntés értelmében az idei szezon minden csapata elindulhat a következő bajnokságban, mivel a mostani csonka idényben nem voltak kiesők és feljutók, ahogy bajnokot sem hirdettek. A következő szezonban a 12 csapatos mezőnyből 4 csapat fog kiesni. A nyíregyháziak most épp a 8., vagyis még biztosan bent maradó helyen álltak, mielőtt lefújták a további mérkőzéseket. Finta Zoltán értékelése szerint jól indult a szezon, őszvégén aztán volt 2 nem várt vereség, majd az idei évet is elvesztett meccsekkel kezdték. Utoljára március közepén Kazincbarcikán játszottak, ahol nyerni tudtak, és mint a nyíregyházi Teke is elmondta, akkor indult volna be a csapat lendülete, egyre jobb teljesítményt mutattak a játékosok. A céljuk, hogy egyben tartsák a csapatot az ősszel kezdődő következő szezonban is. Előreláthatólag szeptember 4-én tervezi a Teke Szövetség, hogy elindítja az új bajnokságot, és a mostani kiírásnak, illetve a sorsolásnak is egyazonosságot ad, bár még vannak felvetések, viták a sorsolás újrasorsolásával kapcsolatban, és még hozzátenném, hogy az országos vidékdöntőt, illetve a magyar bajnoki egyéni döntőt májusról elhalasztották december végére, és ahogy mondtam, hogy 5 játékosunk is majd beverekedheti akár magát a legjobbak közé. A nyíregyházi tekézők otthonául szolgáló csarnok március végén zárta be kapuit, a játékosok pedig korlátozottan sem tudtak edzeni a járványidőszakban. Májusban térhettek vissza a pályára, most azonban a szokásos pihenőjük következik, és majd csak július közepén állnak újra edzésbe, készülve az őszi rajtra. Szokásos családi évzárójuk azonban idén nyáron sem marad el.